Jó napot kívánok! Ma nézzük meg, hogy egy honlapnak vagy webes szolgáltatásnak hogyan állítsuk össze a műszaki hátterét, avagy hogyan válasszunk szolgáltatókat ehhez a műszaki háttérhez. Ez a zöld ábra itt nagyon jól mutatja, hogy egy szerver hogyan néz ki. Itt van a hálózat, a lemezettség, egészen föl az applikációig, ami tulajdonképpen a honlapunknak a kódja. Ez az ábrahoz majd többször térjünk vissza. Akkor nézzük a szolgáltatókat. Ugye ahhoz, hogy szolgáltatókat tudjunk választani, ahhoz szempontok kellenek. Ahhoz, hogy a szempontokat mérlegelni tudjuk, ahhoz pedig mérések kellenek. Na most kétfajta szempont van. Vannak olyan szempontok, amiket azonnyomban meg lehet mérni, ilyen például a sebessége valaminek. A sebességét állandóan lehet mérni valaminek, mert az mindig működik. Na most az olyan dolgokat, mint az üzemszünet, vagy az, hogy bizonyos paraméterek elállítódnak, vagy pillanatokig tartó kimaradások vannak, ezeket nem lehet mérni, mármint hogy direkt, csak negatív módon, tehát az ellenkezőjét lehet mérni, és mondjuk, hogyha az üzemszünetet szeretném megtalálni, akkor az üzemi állapotokat kell mérni, és ahogy az üzemi állapotok megváltoznak, ugye akkor van üzemszünet, vagy üzemzavar, és hát ez eltarthat akár hónapokig is, mire értelmes eredményt tudunk mondjuk egy üzemzavar vagy üzemszünet mérésről adni. Az akár 3-4 hónap vagy egy évnyi mérés is lehet, mert utána gyűlik össze annyi üzemszünetnyi adat, amit már mérés eredménynek lehet mondani. Az első szolgáltató az a domain szolgáltató, domain regisztrátor, úgy mondják. Ez nagy részt egy jogi dolog, és csak egy nagyon kicsi részt technikai, annyiban technikai, hogy a domain nevünket meghirdetik az interneten. De a nagy része jogi, tehát az azt jelenti, hogy lefoglalnak nekünk egy domaint, azt úgy mondják, hogy regisztrálnak nekünk egy domaint, amivel, hogyha nem megfelel a domain szolgáltató, akkor több baj is lehet. Esetleg lejár és elveszik tőlünk, esetleg valaki más beregisztrálja és úgy vesztjük el, vagy bármilyen más körülmény miatt, meg a domain nevünk nem a miénk lesz, vagy megszűnik, akkor minden további szolgáltatás, hát a szolgáltatások nagyon nagy része, az hasznovehetetlen lesz, tehát olyan, mintha megszűnt volna az egész vállalkozásunk, mert nem tudunk semmit csinálni a domain nevünk nélkül. Ezért nagyon fontos egy olyan domain regisztrátort választani, aminek a belső működése, ez is furcsa módon egy mérésnek nevezhető, tehát a vállalatnak a belső működése olyan, hogy azt szeretnék, hogy az ügyfeleik, azaz mi, megtarthassák, vagy megtartsák a domain nevüket, mert sajnos vannak olyan domain regisztrátorok, akik néha azt szeretnék, hogy veszítsük el. Hát erre most nem térnék ki, hogy ez, hogy mint is van. Akkor következő az a DNS szolgáltató. Ez nagyon erősen kapcsolódik a domain szolgáltatóhoz, mert a DNS szolgáltató az a számítógépek számára, azaz az IP címére átfordítja a domain nevüket, tehát ha valaki beírja a domain nevünket mondjuk egy keresőbe, akkor úgy is meg tudja találni a mi szolgáltatásunkat, tehát honlapunkat, vagy webes szolgáltatásunkat, nem kell tudni a számítógépünk számát, azaz az IP címét a látogatóknak, elég a domain nevét, és ez a DNS szolgáltatás fordítja át a két dolgot, egyiket a másikra, oda-vissza is. Nagyon fontos, hogy ez gyors legyen, mert ez minden egyes oldalbetöltésbe a honlapnál beleszámít a DNS lekérési idő. Ugye a stabilitás az mindennél fontosabb, mert szinte ez is leáll, akkor elszakad a lánc, és nem működik a honlapunk. Illetve az is egy nagy előny, hogyha úgynevezett Anycast hálózata van a DNS szolgáltatónak, mert akkor nagyon sok helyen a világon közel fog esni a szolgáltatás a látogatókhoz, azaz gyorsabb lesz. A következő az a szerver szolgáltató. Hát a szerver szolgáltató választáshoz nagyon-nagyon sok szempont van. Ezt itt össze is gyűjtöttem egy listában. Vannak ugye működési szempontok, meg vannak az infrastruktúrájukkal kapcsolatos műszaki szempontok. Hát ezekben most nem szeretnék belemenni, nagyon sok helyen ki tud lukadni a dolog, és
le tud állni az egész honlapunk, nem le, a műszaki háttere félbetörik, vagy üzemzavaros lesz. Sajnos nagyon nehéz megfelelni ezeknek mind. Ebben a mérés sorozatban, amit itt körülbelül 130 szolgáltatónál végeztem, ebbe főként a sebességre mentem rá, de közben nagyon sok más dolgot is észleltem, de ebben a táblázatban, itt az utolsó oszlopban még a sebesség mellett ott van a stabilitás, tehát mivel ezek virtuális szolgáltatók, tehát nem igazi számítógépeket szolgáltatnak, mondjuk olyanokat, mint ez, ezt szervereknek hívják, tehát nem kapunk egy egész szervert, hanem együtt lakhatunk néhány tucat másik bérlővel egy szerveren, és szépen fel van osztva a szervernek mindenféle erőforrása, ezek a készülékek egy programmal fel vannak osztva bizonyos kisebb részekre, és azokból bérelhetünk egy darabkát. És hát, hogyha ez a program, ami szétosztja a szervert bizonyos darabokra, rosszul működik, akkor bizony instabil lesz, és az utolsó oszlopban ott nem kap pipát. Most mondjuk mindenkinek van, de itt nincs pipa. Az azt jelenti, hogy ott plusz-minusz 10%-nál jobban ingadozik a sebesség. Ennek a mérési sorozatnak számomra a győztes az UpCloud lett, mert náluk minden paraméter nagyon jó, beleértve az árat, lokációt, hálózatot, a támogatást, tehát a supportot, a processzor sebességet, a memória sebességet, a lemez sebességet, stb. A vállalatnak az átláthatóságát. Aztán lépjünk is gyorsan tovább. Ugye a szerver szolgáltató az itt a hálózat, lemezettség, fizikai szerver és a virtualizációs réteg, tehát a virtualizációs program MIG szolgáltatja. Ezek után már nekünk kell gondoskodni a többi részről, tehát itt az operációs rendszerről, itt a úgynevezett middleware-ekről, a futtatott programokról, az adatokról és az applikációról, ami tulajdonképpen a honlapunk kódja. Akkor a következő szolgáltató az a HTTPS, vagy tanúsítvány szolgáltató. Ez is nagyon fontos, mert ők nem csak a tanúsítványt szolgáltatják, hanem a tanúsítvány lejáratnak egy ilyen online, tehát valós időben lekérdezhető szolgáltatását, amit OCSP-nek hívnak. És ez az OCSP szolgáltatás, ez minden egyes oldal letörtéskor szükséges, és ha ez nem működik, akkor bizony vannak olyan nagyon népszerű böngészők, amik ilyenkor hát nem fogják betölteni a honlapunkat, ezért itt is megszakadhat a láncszem, meg még csomó más ok miatt, de most ebben nem menjünk bele. Akkor a következő, ez a CDN szolgáltató, ez a statikus fájlok kiszolgálására szolgáló, hát általában világszintű, tehát minden kontinensre kiterjedő szerverhálózat. Hát mert mondjuk tegyük fel egy 10-20 lokációval, tehát 10-20 szerverteremmel rendelkező cég is már szolgáltat a CDN-t. Ez egy nagyon speciális szolgáltatás, nagyon-nagyon gyorsnak kell lenni, és nagyon-nagyon üzembiztosnak. Itt sem részleteznék több faktort, de hát vannak olyan CDN szolgáltatók, amik havi néhány dollárból megoldhatók, és nagyon-nagyon nagy teljesítményűek. A következő az a levélküldő szolgáltató, méghozzá nem a hírlevél, vagy a kézzel írt levél, hanem a tranzakciós levél, amit általában egy automata, egy program generál, és az megy ki az ügyfélnek, vagy nekünk, vagy bárkinek, aki a címzet. Ilyen például az kapcsolatűrlapok által generált levél, amiből például borzasztó nagy veszteség lehet, ha nem kapja meg az ember, vagy nem kapja meg időben, mert akkor ugye elszalaszt egy üzletet. Itt ugye még az is egy nagyon-nagyon fontos dolog, hogy a spam mappába kerül a levél, ami technikailag úgy mondanak, hogy fekete listára kerül a szolgáltató, akkor hogy a spam mappába se kerül be, hanem egyszerűen eldobják a levélfiókot biztosító cégek a levelet.
és még sok más fönnakadás is lehet, de az a fontos, hogy ne kerüljön fel fekete listákra, hanem a világon minden szolgáltató bevegye tőle a levelet, amit mi ki szeretnénk küldeni. A következő az a biztonsági mentés szolgáltató, ami egy bizonyos fajta tárhelyet szolgáltat, ahova elmenthetjük a szerveren tárolt adatainkat, mert ha a szerverünk megsérül, vagy valami, vagy a mi hibánkból letörlődik valami a szerverről, akkor bizony az sehol máshol nincsen meg, tehát érdemes naponta lementeni az egész szervert ide, és megtartani jó néhány napot visszamenőleg. Hogyha valami baj van, és esetleg az csak 3 nap múlva derül ki, akkor még azért lehessen valamit csinálni, és ne legyen az, hogy véglegesen leállunk, hanem esetleg egy óra alatt, vagy egy fél óra alatt vissza lehet állítani a szervert, ha még akár minden adat is eltűnik róla. Hát a szolgáltatók eddig voltak, akkor megint menjünk vissza ehhez a dologhoz. Tehát itt ugye eljutottunk ide a virtualizációig, amit a szerver szolgáltató szolgáltat, és most jönne az a rész, amikor erre az üres virtuális szerver, amit szolgáltatnak nekünk kell ugye feltelepíteni, meg menedzselni az operációs rendszert, és egész végig mindent adatokat a programunknak a kódjával bezárólag. Egy szervernél, hát amit csak gyorsan átfutunk rajta, itt lehet, hogy nem tűnik ez például az első nagyon fontosnak, de ha a szerver elindulásáról és leállásáról nem kapunk azon nyomba értesítést, az nagyon sok problémát okozhat. Például leáll és nem tudunk róla, vagy csak fél óra múlva tudunk róla. Itt én SMS-t szoktam használni, tehát csipog a mobilom, amikor leáll vagy elindul egy szerver. Akkor hát ez is egy nagyon sok kár által megtanult szenvedés, hogy a UTC az a időzóna nélküli időzónát érdemes használni, amit Greenwich időnek is lehet hívni, de ebben nyáron és télen nincs időszakadás, tehát nem magyarul nem kell átállítani az órát soha. Aztán itt ez a DNS kesselés, ami a DNS, a szerverről történő DNS lekérdezéseknek a gyorsítására való. Hát ez egy nagyon minimális faktor, de egy pici hálózati forgalmat lehet nyerni vele, meg némi időt. Ez nem játszik bele nagyon keveset játszik bele egy honlapnak a sebességébe. Ha az IRQ balanszot sajnos sem magyarra nem lehet lefordítani, se egy mondatban nem lehet összefoglalni, itt egy több processzoros gépnek a processzorok közti munka megosztásáról van szó. Ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, mert nagyon-nagyon sok minden el tud romlani, hogyha nem egy-két millisekundumra pontos az óra, ami a szerveren fut, tehát itt már egy-két másodperc eltérésből is ki tudja, milyen problémák lesznek. Ez itt az entrópia, azaz a véletlen számgenerálás, amit valahonnan be kell szerezni, vagy önmagunknak elő kell állítani, mert a titkosításhoz, meg egy csomó más dologhoz is kell egy rakat véletlen szám, és ha az nincs, akkor bizonyos dolgok nagyon le fognak lassulni. Akkor itt egy hirtelen nagy ugrással átcsapunk a hálózati biztonságba, ahol a támadók kitiltásáról és az ismert támadó hálózatoknak a teljes blokkolásáról van szó. Aztán itt ugrunk gyorsan bele a monitoringba. Itt a monitoringnál nézzünk is meg egy monitoringról szóló listát. Tehát szerverenként és weboldalanként egy űrlapot szoktam kitölteni, amin össze van foglalva minden, ami mondjuk ez egy webhelynek, az egy honlapnak az adatlapja, amin a honlapnak az adatai, én úgy szoktam mondani, a nyúlványai, amely szolgáltatások bejátszanak egy honlapba, azok itt listázva vannak, pontosan, hogy kell belépni, kinek van hozzáférése, mi az azonosítónk, és mindenféle egyéb megjegyzések, például a nyelvek, hogy milyen nyelvű a honlap, stb. Stb. Ezt egy szervernél, egy honlapnál, egy projektnél, PHP kiterjesztéseknél is vezetek róla egy listát. Aztán itt nagyon sokféle
honlapmonitorozás van, ami nagyon-nagyon sokféle fajta hibát meg tud mutatni, mielőtt esetleg még elharapódzna a dolog, vagy leállna valami, vagy esetleg még másoknál is jelentkezne a hiba. Akkor itt a szerverenkénti monitorozás, ami nagyon-nagyon-nagyon sokféle dolognak a funkcionális és simán fájlok meglétére alapuló monitorozás is, de főként a funkcionális az nagyon fontos, hogy ki legyen próbálva minden rendszeresen, 2 percenként érdemes monitorozni egy szervert. Itt vannak távoli monitorozási lehetőségek is, hogy külső szolgáltatót veszünk igénybe ahhoz, hogyha a szerverünk leáll, akkor legyen, aki szóljon nekünk. Itt a doménenként ezeket érdemes monitorozni, ugye itt a lejáratot, meg idegen szolgáltatásokat is, amik harmadik felek, azokat is néha érdemes monitorozni, mert problémát okozhat, ha náluk valamilyen kódváltozás vagy IP címváltozás van. Aztán utána a levélszerver jön, amit ugye rá kell telepíteni a szerverünkre. A levélszerver az egy program, az nem egy szerver, ezt csak levélszervernek hívják, levelező program. Aztán a mentést készítő program, aztán egy bejelentkező képernyőnek egy nagyon szép csomó adattal teli bejelentkező képernyő még figyelmeztet is színekkel, hogyha valami baj van a szerveren, hogy belépéskor rögtön lássa az ember. Ha másik 10-20 monitorozó program nem figyelmeztetett már e-mailben vagy SMS-ben, akkor itt a csomagmenedzsment, és kész is vagyunk. A következő rész az már a webszervernek az alkotó elemei, tehát az, hogy hogyan építsünk olyan webszervert, ami nagy teljesítményű. Hát tulajdonképpen itt egy dologban lehet összefoglalni mindent. Minden tartsuk a memóriába. Kódot is tartsuk a memóriába, adatokat is tartsuk a memóriába. Annál gyorsabban nem nagyon lehet dolgozni, mert a memóriánál nincs gyorsabb alkatrésze a szervernek, esetleg a processzordában még nem lehet adatokat tartani, szóval a memória nyerte meg a sebességversenyt a processzor a számítógépen belül. Hát körülbelül így néz neki egy műszaki háttérnek a felépítése, és ha esetleg egy WordPress honlapról van szó, akkor ott is egy mondatban annyit tudnék mondani, hogy tulajdonképpen meg kell vizsgálni, hogy mi az, ami jelentősebb ideig tart, amíg betöltődik a honlapunk, mármint amíg a szerver előállítja a honlapunkat, és akkor azokat a dolgokat esetleg lehet cache-elni, ami azt jelenti, hogy ne kelljen valamit mindig kiszámolni, vagy összeszerkeszteni, vagy valami módon számítási műveleteket végezni, és aztán jön elő az eredmény, hanem azok a dolgok, amiknél mindig ugyanazt a számítási műveletet kell végezni, és mindig ugyanaz az eredmény, azokat a dolgokat elrakjuk a memóriába, és amikor kell, akkor csak elővesszük, és nem kell őket kiszámolni. Ezt hívják cache-elésnek, ez borzasztó nagy sebesség gyorslást okoz, tehát ez lemehet akár a negyedére is a betöltési idő, hogyha valamit cache-elünk, mert a memóriából való elővétel az általában kb. 0 másodpercig tart, tehát nagyon alig mérhető ideig. Hát ezek után jön ugye az, hogy milyen tartalmakat, meg milyen plugineket, esetleg milyen kódokat rakunk bele az applikációnkba, ami a honlapunkat előállítja, mondjuk a WordPress is egy ilyen applikáció. Hát azon múlik a legtöbben. Mint eddig elmondtam, ezek a dolgok csak akkor jelentkeznek nagyon erősen, amikor valami nem működik, és akkor leáll az egész rendszer. De a teljesítményt, meg azt, hogy a látogatók mit látnak egy böngészőben, a képernyőkön, meg hogy az hogyan töltődik be, azt főként az applikáció határozza meg, amiről ebben a videóban szó volt a honlapoknak a műszaki háttere, az csak ez alatt egy olyan alapzat, ami biztosítja azt, hogy nem fog megállni az applikáció, ami ott a tetején fut, ugye ennek az ábrának itt lehet látni, hogy ez itt van a tetején, tehát ami ez alatt van, azok mind az úgynevezett láthatatlan dolgok, amiből ha bármi tönkre megy, akkor az egész applikáció megáll. Én úgy gondolom, hogy ezért nagyon fontos, hogy itt a megfelelő szempontok alapján a megfelelő
beállítások legyenek, és nagyon-nagyon fontos, hogy folyamatos monitorozás legyen, mert akkor a hibák nekünk jönnek elő, nem az ügyfeleknek. Minden jót kívánok, viszont hallásra!